Nekem az evangélikusság egyszerre jelenti a szabadságot és a mély elköteleződést. Részese vagyok egy közösségnek, amire életem végéig számíthatok. Olyan érzés, mint amikor két buszsofőr int egymásnak, vagy két rendőr, vagy két lakóautós, mert ugye kis közösséget alkotunk, és az az ember hozzám tartozik. Az evangélikusságnak biztos, hogy van helye a mai világban, mert különben nem lennék itt. A közösségi médiában is ott van. Az evangélikusok ugye nagyon nyitottak erre az egészre, a fejlődésre. Mi nem vagyunk ilyen borzasztó szemellenzős keresztények, tehát az evangélikusok azok képviselik ezt a szabadságot, ami nekem nagyon tetszik. 2017-ben volt ugye a reformációnak az 500. évfordulója, és így ötletszerűen felajánlották a lehetőséget, hogy mi lenne, ha előadnánk Luther Márton életét. Akkor még csak annyi volt a probléma, hogy a színjátszók körünkben nem volt túl sok fiú. Úgyhogy emlékszem, egy angol misszionárius kérdezte tőlem, hogy Tünde, miért nem te leszel Luther? Jó, miért is ne? És akkor megkaptam Luther Márton szerepét, és ez azért volt nekem nagyon számottevő, mert a darab végén úgy zártuk a képet, hogy felöltöttem a Luther kabátot. És ott mondta egy orosházi lelkész, hogy ha már egyszer magamra vettem a Luther kabátot, azt soha többé nem akarom elengedni.